Köszönöm szépen, elnök úr! Kicsit más szemszögből közelíteném meg, mint az előttem szóló LMP-s képviselőtársam. Ugye azt már nyilván megszokhattuk, hogy az LMP-nek a Paks szóról valami pavlovi beidegződés alapján mindig ugyanaz jut eszébe. Akár nem csak az atomerőművet, vagy az atomenergiát, hanem talán még Paks városát is betiltanák, ha tehetnék, vagy a Paks szót a szótárból szívesen törölnék. Ennél egy picit szakmai kérdésem volna államtitkár úrhoz, és valóban a szakértői működéssel kapcsolatos kérdés. Kapcsán felmerül az, hogy amennyiben egy szakértő, és ugye ezt jól tudjuk, hogy atomenergetikai szakértőkből azért nem lehet Dunát rekeszteni Magyarországon, hiszen egy meglehetősen vékony piac ez, és hát most, hogy egy új atomerőmű engedélyezése folyik, azért ennek az ő jelentőségük felértékelődik, és hát nyilván nem véletlen az, hogy szakértői szervezetekben is szeretnék őket minél inkább bevonni, de azért mégiscsak annak van-e valamiféle gátja, hogy egy szakértő hány ilyen szakértői szervezethez adhatja a nevét, azért az egy fontos kérdés lehet, hiszen valóban egy jó körülhatárolható számú atomenergetikai szakértő van ma Magyarországon. Hogy szakértői szervezet mennyi lehet, ugye ez alapján a módosítási javaslat alapján gyakorlatilag bármennyi, hogyha jól értelmezzük, hiszen egyetlen egy atomenergetikai szakértő bármilyen munkaviszony vagy bármilyen jogviszonyban történő foglalkoztatása már megalapozza, hogy azt a szervezetet atomenergetika terén szakértői szervezetnek hívják. És hát ebben valóban ennyiben adnék igazat LMP-s képviselőtársamnak, hogy van egy ilyen kérdés felmerül ennek kapcsán, hogy van-e ennek bármiféle akadálya, bármiféle gátja, hogy egy szakértő hány szakértői szervezetben működhet közre, akár ugyanabban az engedélyezési eljárásban, hiszen attól még valóban szakmailag nem tesz hozzá többet, hogyha ő 3, 4, 5 vagy 6 szervezetnél is ugyanazt a tevékenységet, vagy ugyanazt a szakértői munkát elvégzi, attól még az ő szakértelme nem fog meg sokszorozódni, és valóban szükség volna új szakértőkre atomenergetikai téren is, ha és amennyiben, már pedig ugye úgy tűnik, hogyha jelen pillanatban a jelen helyzetet veszük alapul, hogy ez a beruházás, ez elindult az engedélyeztetés, ez zajlik, a beruházás meg fog valósulni. És ugye az ellenzék részéről maximum ezt kritizálni lehet, de jelen pillanatban befolyásolni nem, és hát nyilván vérmérséklettől függően ez nem is feltétlenül cél. Azt minden esetre figyelemmel kell követnünk, hogy ez a hitel, amelyet a rendkívül nagy és költséges beruházásra felvettek egyrészt, hogy hogyan hasznosul. Ezzel már én is egy picit eltérek nyilván a jelen törvényjavaslat témájától, de ezt mindig muszáj megemlíteni, hogy ahol ekkora összeg van, ott nyilván felüti a fejét a korrupciónak a lehetősége. Ellenzékként nekünk ugye az a felelősségünk, hogy erre amennyiben tudunk, és amennyiben a titkosítások nem terjednek ki az adott területre, bizony meggyőződjünk arról, hogy minden a törvényeknek megfelelően és a jogszabályoknak megfelelően történik a beruházás során. Ezeket a szakmai aggályokat, szakpolitikai aggályokat, amennyiben államtitkár úr eloszlatná és erre válaszokat kapnánk, ahogy már az általános vitában is elmondtam, igazából nem látjuk akadályát annak, hogy a törvényjavaslatot támogatni tudjuk, hiszen mi nem látjuk mögé azokat a rémlátomásokat, azokat a víziókat, amiket itt előttem Ungár képviselőtársam elmondott. Alapvetően próbáljuk úgy értelmezni, ahogy az a törvényben le van írva, és nem is hiszem, hogy ez a módosítás lehetőséget adna arra, hogy akár a Rosszatom, akár más szervezetek jobban hozzáférhessenek ehhez a beruházáshoz, vagy jobban közreműködhessenek, mint ahogy egyébként a módosítás nélkül is megtehetnék. Tehát ezzel nem azt mondom, hogy nincsenek benne ebben a beruházásban, hiszen hát nyilvánvalóan benne vannak, meg nyilvánvalóan még intenzívebben, hiszen az a 40%-os magyar beszállítói hányad, amit ugye annak idején a szerződés megkötésekor kikötöttek a felek, egyre kétségesebb, hogy teljesülni tud-e, mivel egyre nagyobb a munkaerőhiány, a szakemberhiány Magyarországon, a megfelelően felkészült vállalkozások is, hát igen kétséges, hogy rendelkezésre állnak-e, és fognak-e tudni közreműködni a beruházás érdemi részében. Ezért fennáll a veszélye annak nyilvánvaló, hogy ez a 40%-os beszállítói hányad sem fog tudni teljesülni. Ennek ellenére
legalább a szakértői szinten, nekünk is az a célunk, és szerintem mindenkinek itt a Magyarország gyűlésben, hogy minél több magyar szakértő, jól felkészült szakértő működjön közre az új atomerőmű építésében, engedélyeztetésében, megvalósításában, hiszen azért a jelenleg működő atomerőműnél, bármennyi is a kritikus hang, azt el lehet mondani, hogy olyan felkészült és tapasztalt szakemberek állnak rendelkezésre, és még amíg itt vannak, és amíg a képzettségüket, a tudásukat át tudják adni, addig nagyon jó is, hogyha ezt megteszik. Akikre büszkék lehetünk, hiszen azért mégiscsak 30 éve működtetnek egy atomerőművet a biztonságban, és a mi biztonságunk nagyon fontos, a magyar emberek biztonsága. Ez az atomerőmű további 20 évig, a Paksi 1-es atomerőmű, tehát a jelenleg működő blokkokról van szó. Ez a négy blokk ugye 2032 és 37 között fog leállni majd fokozatosan. Nagyon fontos, hogy továbbra is biztonságban tudják ezt is, ezt az atomerőművet is üzemeltetni, és természetesen a megépülő új atomerőművet is. Úgyhogy a szakértői képzés, szakértőik számának a fokozása, a növelése az mindenképpen egy nagyon fontos kérdés. Minden olyan törvényjavaslat, amely ténylegesen ezt a célt szolgálja, az részünkről támogatható. Itt most arról van szó, hogy szakértői szervezeteknek adhatnak kamarai regisztrációt, szakértői engedélyt az alapján, hogy egy szakértőt bármilyen jogviszonyban foglalkoztatnak. Ez is segítség lehet a beruházás, az engedélyezés megkönnyítésénél, és hogyha az aggályainkat államtitkár úr megfelelően el tudja hárítani, akkor ennek megfelelően fogjuk természetesen a végső szavazatunkat meghatározni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Keppi Lajos képviselő úr.